Krisztus második eljövetele, első kötet. Alámerítkezés, azaz keresztség. Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani. Nekem van szükségem a te alámerítésedre, mondta, s te jössz hozzám. Jézus ezt mondta. Hagyd ezt most. Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva. Erre engedett neki. Alámerítése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb, leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Biblia, Máté 3:13-17. Az alámerítkezés eredeti szertartása Indiából érkezett. Az alámerítés azt jelenti, hogy vízbe merülünk a tisztaság, a megtisztítás érdekében. A test megtisztításának meg kell előznie az elme megtisztulását. Ennél fogva minden léleknek, aki a lelki élet útjára kíván lépni, meg kell tisztítania a testét. A tisztaság és az Isten felismerés szorosan összefüggenek, de a test vízben való alámerítése, ha azt nem követi az elme megtisztítása, önmagában gyakorlatilag értelmetlenné válik. Ha megfürdünk, és így megtisztítjuk a testünket, azt tapasztaljuk, hogy elménk átmenetileg megtisztul, de ha nem változtatjuk meg lelkünk gonoszságát nyugalommal, meditációval és állandó lelki éberséggel, akkor a víz testünkre való ideiglenes tisztító hatásától függetlenül ugyanazok a régi ördögök maradunk, akiknek rossz szokásaik vannak. Egy képletes illusztrációval. Egy hindu szent azt mondta leendő tanítványának. Fiam, meg kell fürödnöd a Gangeszban, hogy megtisztítsd elmédet a bűnöktől. A bűnök ideiglenesen elhagynak téged, amíg a szent vizekben fürdesz, de a Gangeszt szegélyező fákon fognak várni rád, és amint kilépsz a szent víz szent hatásából, újra rád fognak ugrani. Jól esik vízbe meríteni a beavatottakat, de a bemerítés szertartása a spirituális leckék meditációban való folytatása és Isten kapcsolat nélkül kevés értékkel bír. Az arisztokrata, modern alámerítési módszer abból áll, hogy vizet hintenek a fejre. Ennyi maradt az eredeti szokásból, miszerint a testet vízzel kell megtisztítani. A beavatottak vízbe merítése szükségtelen lehet, ha lelkileg fejlettek, ugyanígy szükségtelen a vízhintése a fejlett emberek fejére is, kivéve, ha ezt ők az ősi, alámerítési szertartások tisztelete miatt vállalják. Nyilvánvaló, hogy Jézus, bár annyira fejlett volt, mégsem hagyta ki, hogy a folyóhoz menjen. Nem merült abba bele teljesen, mert a Jordán folyó ekkor gyakorlatilag ki volt száradva. Egy másik fontos kérdés Jézus Krisztus alámerítkezése kapcsán az, hogy ő volt, aki ragaszkodott ahhoz, hogy János merítse őt alá, aki azonban önmegvalósításában alacsonyabb szinten volt nála. János azt mondta, hogy ő nem méltó kioldani Jézus sarujának szíját, és hogy ő csak vízzel tisztít, míg Jézus lélekkel. Sajnos a modern alámerítkezés csak vízzel való tisztítássá vált. A koncentráció és a meditáció speciális précepta módszerei mutatják be a valódi módot arra, hogy hogyan tisztítsuk meg önmagunkat lélekkel és a legmagasabb rendű bölcsességgel. János érezte lelki alacsonyabb rendűségét, és azon tűnődött, vajon miért akar Jézus vízzel megtisztulni általa. Jézusnak ez a cselekedete egyértelműen bemutatta az ősi, kereszténység előtti hindu szokást és a valódi spirituális utat, amelyet minden Isten keresőnek követnie kell. Isten megtalálásának módszere eltér azoktól a módszerektől, amelyeket a legtöbb főiskola megkövetel bármilyen speciális képzésben. Az orvosi képzésben sem szerez gyakorlatot a hallgató, még akkor sem, ha egyetemről egyetemre jár is, különböző orvosi intézményekbe lép be, és bármennyi előadást is hallgat. Intenzív képzésen kell átmennie egy főiskolán a testi orvoslás, az élettan, a boncolás és egyéb tanulmányok által. Az is igaz, hogy egy hallgató nem iratkozhat be egyszerre az összes egyetemre. A hallgatónak egy tanulási folyamaton kell átmennie egy főiskolán, amíg meg nem kapja a bizonyítványt arról, hogy teljesítette azokat a bizonyos tanulmányait.
de sajnos a spirituális felekezetek esetében még annyi hasonlóság sincs ezzel, amelyet egy szokásos értelmiségi főiskola elvár, ha csak a törekvő meg nem adja azt a vallásának. Így nincs meg a rászánt, szükséges idő az önmegvalósítás eléréséhez és a lelki leckék gyakorlatba való átültetéséhez. Az ilyen emberek továbbra is csak azokat a számukra rokonszenves, új, jó, rossz vagy közömbös előadókat hallgatják, akik történetesen a városba jönnek és hirdetik magukat. Én azt mondom, hogy az embereknek különbséget kell tenniük az úgynevezett tanár, aki a vallást csak pénzszerzés, hírnév vagy megélhetés céljából használja, és az igazi tanár között, aki, ha alkalmaz is üzleti módszereket a hit hirdetésének céljára, az csak annak érdekében teszi, hogy valódi lelkiséggel szolgálhassa testvéreit. Rendkívül szükséges emlékezni arra, hogy kezdetben bölcs dolog sok spirituális utat és tanítót összehasonlítani, de amikor az igazi guru és a tanítás megtaláltatott, akkor a nyugtalan keresgélést abba kell hagyni. A szomjasnak nem szabad kutakat keresgélnie, hanem a legjobb kúthoz kell mennie, és naponta kell innie annak vizéből. Ezért az elején sokat keresgélünk, míg megtaláljuk a helyes utat és a megfelelő mestert, majd hülyek maradunk hozzá a halálon és az örökké valóságon át is, a végső felszabadulásig.